Élj ökosan! Ez volt a jelmondata az április 11-én az obornoki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában megrendezett családi napnak. Most már második éve rendezzük meg az ökonapot, úgyhogy most már hagyományosnak mondható lassan. Reméljük, hogy jövőre is. Úgy látom, hogy igény van rá, tehát nagyon sokan vannak, nagyon sok érdeklődő van. És hát a tavalyihoz képest teljesen más programokat próbáltunk most idén hozni. Szerintem egyre jobban figyelnek az emberek, és egyre több emberben megfogalmazódik az igény, hogy egy kicsit tényleg úgy éljen, hogy tudatosabban, tartamosabban, odafigyeljen azokra a dolgokra, hogy mit eszik, mit kell magára, hogy tölti a szabad idejét, és hát erre nagyon jó alkalom például egy ilyen erdeiskolai program, tehát mindenkinek ajánlom, hogy érdemes kimozdulni a szabadba, kimenni, megnézni ezeket a helyszíneket, ilyenkor nagyon jó, tényleg fel lehet fedezni minden kötöttség nélkül, ingyenes a mostani program is, és azt vesszük észre, hogy nagyon sokan visszatérnek, tehát pedagógusok, tanárnénik hozzák az osztályukat, utána szülők jönnek a gyerekekkel, úgyhogy nagyon sok visszatérő vendégünk van. Miközben a gyerkőcök az öko játszóházban ügyeskedtek, a felnőttek izgalmas előadásokon vitathatták meg, hogyan is jelenhet meg a környezettudatosság a család mindennapi életében. Négy összetevőre gondoltam, az egy, amiről beszélhetünk, vagy amit a hétköznapi életemben mondjuk én otthon elkerülök. Ez az első, az SLAS. Ez egy habzóanyag, ami nagyon-nagyon erősen habzik. Rengeteg mindenben találkozni fogunk vele. Magával a szerrel nem lenne gond. Annyit azért elmondok, hogy az automosó folyadékban és a hideg zsíroldóban is ez van, és a samponunkban is. És ez nem ijesztegetés, ez tény. Ez van benne. Maga az anyag az alapvetően nem lenne veszélyes, viszont annyira nagyon túltisztítja a bőrünket, hogy nagyon-nagyon érzékeny lesz tőle, és ezáltal az ekcémára sokkal érzékenyebb lesz, vagy bármilyen fertőzésre, szennyeződésre. A másik, amivel biztos sokat találkoztak már, ez a parabén. Ez egy tartósítószer, ami nagyon-nagyon erős gombaölő és baktériumölő. Ez befolyásolhatja a hormonháztartást, ami ugye azért nagyon nem szerencsés. Amit én a leginkább szeretnék kerülni, azok az mesterséges illatanyagok. Ezeket mindig úgy találjuk meg, hogy parfüm, általában a végén, vagy fragance, fragrance. Ha nincs mellette csillag, és nincs ott mellette, hogy ökológiai gazdaságból, vagy bio összetevő, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez egy szintetikus anyag. Ez az ökoszisztémának is nagyon-nagyon rosszat tesz. A vizek élő világát rettenetesen rombolja. Én évek óta ilyen illatok nélkül élek, az benne nagyon jó, hogy egy 2-3 hónap után kitisztul a szaglás, és teljesen más dolgokat érzünk, és ez nagyon-nagyon jó. És még azt hiszem, a pegek vannak, ő egy olcsó emulgálószer, az emulgálószer az az, ami a vizes és az olajos oldatot, mert ugye a víz meg az olaj nem tudnak keveredni, összekapcsolja, ez a bőrt teszi átjárhatóvá, tehát ez sem feltétlenül szerencsés. Vannak még a kőolaj származékok, amik hipoallergén, ez biztos, tehát sokan mondják, hogy az ő bőrüknek jó, elfogadom. Ami az ellenvélemény, az az, hogy nagyon leplombálja a bőrt, és olyanok leszünk, mint egy ilyen, akit lakkal lefújtak, az nem biztos, hogy annyira jó. Nyáron két hét táborunk lesz, tehát két turnus. Most azért nem szeretnénk több tábort, mivel itt látható mögöttünk egy építkezés megkezdődött. Itt egy erdei szállásépületnek állnak neki, és itt komoly munkálatok lesznek, tehát ez kicsit itt a nyári pihenést és a nyugalmat befolyásolja majd, de ha elkészül, akkor jövő évben itt olyan táborokkal is várjuk majd a gyerekeket, hogy itt alvós, és tényleg ilyen csillagvizsgálattól kezdve mindenféle éjszakai túra, meg mindenfélének helyet fog majd adni ez az épület is. We'll be right back.